Galériánk több mint 20 éve Budapesten, a Károly kert szomszédságában működik. Évi 4 aukciónkat a Fuga remek kiállító termében a Petőfi Sándor utcában szoktuk tartani. Az idei járványhelyzet miatt azonban Magyarországon elsőként és először olyan online aukciót tartottunk, ahol az érdeklődők, vásárlók csak a távolból tudták követni a liciteket. Nagyon furcsa élmény volt saját magunknak is ez a 2 óra. Remélem, hogy nem kényszerülünk hosszú távon berendezkedni a technika ilyen mértékű igénybevételére. A teljes aukciót videón rögzítettük, mint egy digitális jegyzőkönyvként, ebből mutatunk meg önnek néhány izgalmas részletet. Igen, most kezdjük. Szeretettel köszöntöm Önöket az Ártegalér 87. aukcióján, kezdjük is az árverést. 6. tétel, Berán Lajostól egy íroszérem, 12.000 vételivel tartom, lehet-e 13? 13, 14. Tizenöt-tizenhat vételi teljesítve. 17-18. 19-20 vételi teljesítve. 22 az akción, és már kint van a licit, először másodszor, és a senki többet, 22.000 forint. Telefonos licit volt. 24. Ez akciós, vagy telefon? Nem, mind a kettő telefonos. Mind a kettő ártatelefon. Jó, jó. Telefon, a telefon, jó. Tehát 24.000 forintnál. 26? Igen. Tehát ilyenkor, amikor azt hallják, hogy csipog, akkor a két online licitáló versenyez egymással. Illetve telefonos. 26-nál állunk? 26. 26.000 forint először, másodszor, és a senki többet, harmadszor. 67. tétel, Egri Józseftől, a temetés gondolata című tussajz, 100.000 forint, 100.000 forint. Kettő telefonost vártunk. Mind a kettő szerintem megérkezett most. 110. 110. Lehet-e 120? 110 először. Először, másodszor és a senki többet 110.000 forint. Harmadszor. 155. tétel Rékasi Csabától, Kis térkép című részmetszete, szignált a mű, 24.000 forint a kikiáltási ára, kettő vételi van 36.000 forintig, 38.000 forintnál még mindig tartom vételivel, lehet-e? 40. És 40. És 42-vel még mindig tartom vételivel, lehet-e 44? 44-46. 48-50. 55 és 60 vételivel. 65 és kint van a licit. És most álljatok egy telefonot. Egy kis türelmet kérnék szépen, mert megjöttek a telefonosok online, és megadta a 70-et. Köszönöm. 75. A másik telefonosban, illetve online akciónál. 80. 85. 90.000. 95.
95 ezer forint, ha senki többet, harmadszor. 170. tétel. Egy Szalai Lajos tussrajz a Dózsa sorozatból 85 ezer forint a kikiáltási ára, és vételivel tartom. És vártunk több telefonost. 90-95. 100. Hány telefonost érkezett meg? Kikiáltási áron volt, tehát csak ugye az nálad volt ez a licit. Értem. Akkor 110 és 120 vételivel tartom. 130-140 még mindig vételi. Szerintem megjött a másik, igen. Telefonos. 150, és kint van a licit. 150, és már kint van a licit. 160 a kettő között? 160 a másik telefonosnál. És 170. Száz, 80. Másodszor, és ha senki többet, 180 ezer forint, harmadszor. 204. tétel, Stefani Glax, Abázia mappája, 10 lapos teljes mappa, 55 ezer, a kikiáltási ára, 2 vételi van, 55 ezer forintig, 60-nál, mi mindig vételivel tartom, lehet-e 65? 65. És vártunk 3 telefonost. Már megjött 2 belőle. Köszönjük, 2 telefonos megjött, és már a licit 70-nél tart. Másodszor. És 75. Megvan a harmadik telefonos. Megérkezett a harmadik telefonáló is. És már 80-nál tart a licit. Másodszor, és ha senki többet, 80 ezer forint, 85. És 85, mi nem töltük le, tehát mehet tovább a licit, 85 ezer, és már 90. 90 ezer forint, és már 95. Másodszor. És ha senki többet? Diana? 100. 100. 110. A telefonos licitálók és az akció? Nem, csak telefonos. Telefonos. 120. 120. 130 ezer forint. Másodszor, és 140. 150. Más, és 160. Lehet-e 170? 170 ezer forint. Másodszor. És ha senki többet? 180-at megadták. Megadták a... 190. Már 190. És már 200. 220 ezer. 240 ezer. 260 ezer. Tehát Abázia mappa 10 lapos
teljes mappa Stephanie Glaxtól 200, tehát ugrottunk, és már 280 ezer forintnál tart, és már 300 ezer forint a két telefonos, illetve több telefonos közötti licit harc miatt az ár. És már 300 ezer forint. És már 320 ezer forint. 340 ezer. Másodszor. Már egy kicsit benne a doktor, a másik a 320-as ajánlat volt. 360. Most adta meg a doktor, 360. 360 ezer forint először, másodszor. 360 ezer forint. Harmadszor. 210-es tétel. Fajó János négy kompozíciója, 1975-ből, szignált szita nyomatok, 18 ezer a kikeltási ára, kettő vételi van, 65 ezer forintig, 70-nél még mindig vételivel tartom, lehet-e 75 ezer forint online, illetve telefonos licitálónál? És 75, és már kint van a licit. Vártunk két telefonost, és a másik telefonos megadta a... És 80, illetve már 85. És 90? 90. 95? Száz? Százat megadta az online, illetve telefonos tittáló. 110-nél állunk már. Másodszor. 120. 130. 130. Másodszor. És a senki többet. 130 ezer forint. Harmadszor. 220-as tétel. A Kozma Lajos fametszeteivel. Illusztrált népbaladák könyve. 1921-ből, 5000 a kikiáltási ára, kettő vételi van 15 ezer forintig, 16-nál még mindig vételivel tartom, lehet-e 17? 17-18? 19-20? 22-24? 26? És 28? 30-32? 34 és 36. 38, és már kint van a licit. 38 ezer forint, és kint van a licit. Először egy kis türelmüket kérem, 38 ezer forint, kint van a licit online. Telefonosnál van. De másik, jaj, másik telefonos. Vártunk egy másik telefonost is. Semmi baj, ha nem jön, akkor nem jön. Tehát 38 ezer forint, és mehetünk tovább. Másodszor? És a senki többet? 38 ezer forint. Harmadszor. 247. tétel. Rámen Máriától egy japán lány. 17 ezer forint. 17. Köszönjük, megérkezett a licit. 17. 17 ezer forint. Másodszor? És a senki többet. 17 ezer forint. Harmadszor. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Most már így utólag az árverésünk befejezéseként. Köszönöm a türelmüket is, aki most interneten követte az akciónkat, vagy interneten licitált, vagy a telefonos kollégák, akik szintén otthonukban home office-ként dolgoztak, és úgy fogadták az ügyfelek érdeklődését. És azokat is köszöntöm, akik ezt a filmet majd valamilyen módon a világhálón megnézik, és belekukkantanak az Arte Galéria életébe. Nehéz döntést hoztunk meg egy másfél héttel ezelőtt, amikor el kellett döntenünk, hogy a három hónapi munkánk végül is kikerüljön-e a nyilvánosságra, vagy ebben a borzasztó egészségi helyzetben, amiben most az országunkban
halasszuk el, de mivel beláthatatlan hosszúságú időt kell majd valószínűleg otthon töltenünk, inkább azt a kockázatot vállaltuk, hogy mivel nagyon sok vételi megbízás és nagyon sok érdeklődő az interneten jelezte már a részvételi szándékát, hogy inkább zárt ajtók mögött mégis megtartjuk az aukciót. Itt azért megmutatom, hogy egy árverési forgatókönyvben ilyen sok vételi megbízás és ilyen sok telefonos érdeklődő jelezte már nálunk a szándékát. Az árverés megkezdése előtt több mint 140 tételünk már eleve eladottnak tekinthető volt, és nagyon sok tételre több vételi megbízás is volt. Ha úgy adódik, nagyon szívesen látjuk Önöket majd legközelebb egy élő árverésünkön, most pedig mindenkinek jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket.